A Debrecen Egyetemen 2017-től az osztatlan testnevelő tanárképzés indul, 10 szakpárral. Ez is ugye új képzés, mert eddig a testnevelő tanárképzés az Bologna rendszerben folyt. Aztán új alapszakként megjelenik a sport és rekreáció szervezés, az 2018-tól, de ugye 2017-ben hirdetjük már ezt az alapszakot, ez egy nagyon fontos dolog, szintén nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán a testnevelési egyetem próbálja majd követni a Debrecen Egyetem példáját, az a sportközgazdász mesterszak, ezt a Debrecen Egyetem létesítette, alapította, szintén itt fog indulni. Nagyon fontos, és nem alapmesterszakhoz kapcsolódik, de én nagyon fontosnak tartom egy tudományegyetem szempontjából, hogy 4 doktori iskolában a Debrecen Egyetemen sporttudományi témájú kiírások, hirdetések lesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a sport és rekreáció szervező alapszakkal, az osztatlan testnevelő tanárszakkal, 10 szakpárban, a sportközgazdász mesterszakkal, a doktori képzésekkel itt Debrecenben egy egyetemhez méltó, ilyen széles oktatási portfólió fog megjelenni. Bár Nyíregyháza elég közel van, és Nyíregyházán hasonló képzések ugye sporttudományi területen folynak, de még Nyíregyházára se kell elutazni a hallgatóknak, hanem itt helyben tudunk szakembereket képezni, ha csak arra gondolok, hogy többször említettük, hogy a legjobb labdarúgó akadémia, kosárlabda akadémia, sportiskola itt van Debrecenben, és ezeknek az egyesületeknek, utánpótlás növelő műhelyeknek szükség van a jól képzett szakemberekre. Ha csak arra gondolok, hogy a mi képzésünk az a nemzetközi képzésekből rengeteg hasznos, értékes dolgot átvesz, ugyanis nagyon sok élő nemzetközi kapcsolatunk van, és mi próbáljuk a nagy múltra, hagyományra visszatekintő és jó magyar képzés megerősíteni, átvenni a jó nemzetközi gyakorlatokat, nem ész nélkül az összeset, mert azt gondolom, hogy magyar sportszakember képzés alapvetően jó. Ha körbenézünk, hogy itt Debrecenben milyen létesítmény, sportlétesítmény hálózattal, milyen oktatói gárdával lehet szakembereket képezni, akkor ez a hozzájárult ahhoz, hogy a teljes régiónak az élsportját, utánpótlás sportját, én azt gondolom, ami ugye köztudott, hogy ez a régió az egyik legelmaradottabb régió több szempontból is, sajnos ez igaz az egészségi állapotra is, hozzájárultunk ahhoz, hogy a lakosság egészségi állapot, a népegészségügyi helyzete is, hiszen a mozgás, tudjuk, hogy gyógyszer, és a mozgás az egyik legfontosabb primár prevenciós eszköz, hogy a mozgás az megjelenjen, és a mozgással tudjunk javítani a régió lakossági állapotán is. Több területen működünk együtt a két egyetem, például a terhelés diagnosztikában, élettani területen, ahol elindulnak azok a azonos protokollon végrehajtott élettani mérések, amelyek a sportolók a tehetségkiválasztást fogják segíteni, illetve mérjük azokat a paramétereket, aminélkül már nincs világszintű képzés. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a meghirdett kurrikulumokban olyan tantárgyi képzések, olyan szakok vannak, amely szintén közös eredetűek, és ki tudjuk egymást egészíteni a képzés oktatásban is. Harmadrészről csúcsvezetői szinten a rektorúrral együtt megállapodást kötöttünk, hogy a két egyetem között a további fejlesztésekben, tehát a sporttudományos területen is szorosan együttműködünk. És úgy érzem, hogy van egy egészséges rivalizálás közöttünk, aminek én nagyon örülök, mert versenybe fölnőtt ember vagyok. Gyakorlatilag a két egyetem fogja egymást húzni, egyrésztről az alapkutatásokban, másrésztről az alkalmazott kutatásokban, amely a sportra irányulnak, gondolok én a biomechanikától, a terhelés élettan, a dietetikától, táplálékkiegészítőknek a létrehozott teljesítmény diagnosztikáról. Tehát van egy olyan rendszerű tesztbatéria, tesztháló, amiben egymással olyanképpen fogunk, hogy a létesítmények és a felszereltségben megpróbáljuk úgy kiegészíteni egymást, hogy a világ csúcs technológiája a két egyetemen jelen legyen. Az oktatási hivatal segítséget szeretne nyújtani a szakterületnek abban, hogy ezt meg lehessen valósítani, és hogy teljesen egyértelmű legyen a fiatalok számára, akik jelentkezni szeretnének a sporttudományi területre, hogy mondjuk 2017-ben, 2018-ban mik lesznek azok az érettségi követelmények, amik a felvételében majd pontot eredményeznek, illetve bejutást lesznek lehetővé majd. Ugyanígy nagyon fontos az, hogy milyen tantervek mentén, milyen belső oktatásszervezési mechanizmusok mentén kerül majd meghirdetésre az osztatlan tanárképzésnek az új ciklusú rendszer szintű bevezetése. Ez azt jelenti, hogy korábban a tanári mesterképzés egy másik rendelet, másik belső logikája alapján került meghirdetésre, és a 17 évi általános felvételi eljárástól kezdve a tanárképzés egyben már az osztatlan tanárképzési rendelet szerint kerül meghirdetésre. Ez egy másik fajta képzési struktúra lesz. Nagyon sok munka vár a felsőoktatási intézmények előtt abban, hogy erre felkészüljenek, úgyhogy mi ebben kívánunk segítséget nyújtani mai napon.